Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a zötyögő 3-as metróról. Ja nem, tulajdonképpen nem ott vagyok, de ez mindenféleképpen a 3-as metró egyik ránk maradt fogantyúja. Mennyit fogtuk ezt annak idején, és nézelődtünk körbe-körbe, hogy el ne essünk. Lehet, hogy hölgyeket néztünk, talán még az is elképzelhető. Na mindegy, ma olyan tárgyakról lesz szó, amelyek elmaradhatatlan kellékei a gombamód szaporodó retro múzeumoknak, mert hogy ezeknek egyre nagyobb keletje van, egyre több városban van hasonló, mi most Budapesten vagyunk. A mesterem és a kísérőm ezen a napon a retro nagymestere Szántó Sándor lesz. Aki ezek szerint dobos is. De mielőtt belekezdenénk a tárgyak megismerésébe, tisztázzuk, hogy tulajdonképpen mi is az a retro. Mert hogy bár nagyon sokszor használjuk, nem igazán tudjuk, hogy pontosan mi is értendő-e szó alatt. Egyébként ez nem meglepő, mert mindenki által elfogadott definíció nincs is. Már az sem egyértelmű, hogy hogyan írjuk, hosszú vagy rövidóval. Vannak retro múzeumaink, rövidóval a nevükben, és vannak azok a bizonyos Papp Gábor Zsigmond filmek, amelyekben bizony hosszú óval szerepel a szó, ilyen mondjuk a Balaton retro, a Budapest retro és a többi. Az enyelv.hu azt írja, hogy ez a szó hasonlóan viselkedik, mint a többi más nyelvből átvett óvégű szavunk, stereo vagy stereo. A helyes használat egyébként összetételben röviddel írjuk, retro diszkó, önállóan jelzőként pedig hosszúval, retro. Egy nehézségen, tehát már át is röppentünk, jöjjön egy másik. Mi a csodát értünk a retro alatt? Egyszerűsítsünk. Retro lehet minden, ami kicsit régies. Azért fontos a kicsit, mert nem nevezzük retrónak mondjuk a 17. századi bútorokat. Ahogyan nem az egy huszárkart sem Petőfi korából. És nem retro a 2010-es slágerlista első helyezettje sem. Mert van, ami túl régi, és van, ami nem elég régi a retrohoz. Retrónak mondhatjuk azokat a dolgokat, amelyek mondjuk a 70-es és a 90-es évek között keletkeztek, és divatosak voltak. Persze ezzel a megállapítással is nyugodtan lehet vitatkozni. A retro megítélésében éppen az a jó, hogy nincs kőbevésve. Ráadásul hamarosan már kikerülhet a retróból a 70-es évek, és bejöhet mondjuk a 2000-es évek eleje. Én azt mondanám, hogy mindig az lesz a retro, amire az élő emberek még jól emlékeznek. Na itt bejöhet egy újabb szó, a nosztalgia, de ennek jelentését nyilván senkinek sem kell elmagyarázni. A Brenner is már jócskán. Ezek után pedig irány vissza Szántó Sanyihoz, akit az elején már bemutattam, emlékeznek, ő dobolt. Ő a legnagyobb hazai retro szakértők egyike. Sok éve ismerem már, és még nem tudtam tőle olyat kérdezni retro témakörben, amire ne tudott volna válaszolni. És nem csak én kérdezek tőle, hanem a legnagyobb retro múzeumok szakemberei is. Neki amúgy csak egy mini kis múzeuma van, a gyűjteménye jóval nagyobb. Na meg van 1 millió története mindenről, ami retro. Vágjunk is bele! Az fontos, hogy mindenki abba az irányba húz, amelyet megélt? Tehát ha én a 70-es években voltam gyerek, kevésbé érdekelnek mondjuk az 50-es évek retro tárgyai? Nagyon érdekes, van egy nagyon-nagyon jó barátom, és zenész kollégám, és úgy nevezette minket, hogy ő a vintage, én meg a retro, mert ő a 70-es évek dolgait, erősítőit, ilyesmit szereti, meg hangszereit, én meg a 80-as éveket. És azt gondolom, hogy egy picit biztos, hogy van ilyen. Tehát, hogy nyilván aki a legtöbb inget ugye gyerekkorunkban kapjuk, és ott alakulunk ki tulajdonképpen a személyiségünk. És szerintem azért húzunk, mert én ugye 75-ös vagyok, és ugye abban az érában voltam gyerek, és nagyon-nagyon sok olyan emlékem van, amihez hát nagyon gyakran kötődök. És akkor nyilván ehhez jön egy ilyen a tárgyak, az emlékek, a filmek, zene. És azt veszem észre, hogy igen, tehát a nálam idősebb generáció, tehát egy-két generációval idősebbek, mondjuk aki már ilyen 60 év körül van, ő meg az ő gyerekkorszakáról beszél. Tehát ő 80-as éveket ilyen felületesen így átszaladják. Tehát igen, szerintem azért a gyerekeskedés
hogy milyen, melyik korszakban voltunk gyerekek, az nagyon fontos. Sanyi egyébként nem csak retrómágus és dobos, hanem hangmérnök, sőt humorista is. Előadásaiban komoly szerepet kap a turizmus egy speciális ágazata, a bevásárló turizmus. Íme a bizonyíték. Nekem van egy fétisem, ez a kínai piac. Több bejárat van, de figyeljük, hogy minden bejáratnak a sarkában van egy laptop valakinél, amin egy borzasztó zene szól. Azt mondja, útka párom, itt a Valentin nap mindjárt, veszel nekem egy rózsaszín gumicsizmát? Mondom, én? Hát azt váratod. Tudod, mikor neked? Majd én, nem. Beléptem a piacra, a következő szólt ebbe a sarokból, idézem. Ez nem csak egy egyszerű kínai zene, ez kimossa az agyunkat. Tehát ahogy belépünk, bemegyek, gumicsizma! És már megyünk is a gumicsizma felé, közben. De szigorúan ilyen rossz minőségben, tehát semmi jól szól. És hát odaérkezem, és 6 perc múlva állok a kijáratnál, és így visszatérek a testembe, és ott a gumicsizma. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Na ennyit a humorról, és most már tényleg irány vissza a retróhoz, mert hogy Sándor töménytelen sok érdekességet mutatott nekem. Ezek azok a tárgyak, amelyek nélkül magára valamit is adó retró múzeum nem működhet. Ott mit találsz éppen? Itt most reklámszatyrot fogok találni. De van itt babafej is, tehát lacskóban. De azért a reklámszatyor tartó táska is elég különleges. Hát akármiben nem lehet. Aha, hát ez nem egy megjátszott por. De nem ahogy szoktad mondani, minden rendes családban van egy reklámszatyor, amiben van másik 100 reklámszatyor. Ó. Szóval itt azért van. És ezek jó része az tulajdonképpen majdnem, hogy új. Na azt vedd ki, mert arra szükségünk lesz, mindjárt elmondjuk a nézőknek, hogy miért. Ott a karácsonyi, nagyon jó. Ezt meg itt hagyjuk, addig valahol. Ez volt az a szatyor, amit Sanyi levett az előbb. Ugye a mi gyerekkorunkban ez a bizonyos skálakóp nagyon fontos volt. Tényleg, Sanyi, te szeretted a skálakópot? Én centrumos voltam, sajnos. Jó, minden skálás szatyrod azért van. Nem véletlen mondta ezt, mert hogy annak idején a Skála és a Centrum volt a két legnagyobb áruház. Na, viszont a két hölgyről mondjunk valamit. Ugye ők abban az időben többet szerepeltek talán a televízióban, meg a reklámszatyorkon, meg a képeslapokon, meg a kártyanaptárokon, mint szinte bárki más. Hát igen, ugye volt egy közös riportunk, ahol a Ági tömeg is kerestük. Hát akkor is tudták, hogy mivel kell egyébként eladni a termékeket. Ami érdekes volt számomra, hogy tényleg a Centrum és a Skála elég nagy vetélytársak voltak, ugye ezt még gyerekként is ezért láttuk. Én azért kötöttem jobban egy picit a Centrumhoz, mert onnan vették anyujék nekem a számítógépet, úgyhogy csak ennyi, meg közelebb volt Kispesten, a kispesti áruház. De hát ugye a marketing az mit sem változott. Tehát, hogyha valamit el szeretnél adni, akkor csinos hölgyek, vagy híres emberek, ugye emlékszünk ugye Puskás öcsire, akivel szintén forgattak skálás reklámfilmet. Hű, ide nézzenek, nem hiszek a szememnek. Ki van itt? Öcsi, Puskás öcsi itt a Skálában, mindjárt el is ájulok. Öcsikém, ha már itt vagy, nem csinálnál a Skálának egy kis reklámot? Nem, reklámról szó sem lehet. Ez aztán nagy kópé. És ezek szerintem annól nagyon működtek. Tehát személyes emlékek, ugye gyerekként is emlékszem, meg később utána néztünk, hogy azért ott rendes tumultusok voltak. A metrónál is, ugye később nyílt egy picit, a Budai Skálánál is, de Kispesten, amikor a Centrum megnyílt ott is, hát nem lehetett bejutni nyitáskor. Majd a reklámszatyrokról még beszéljünk, majd kiraksz belőle egy kis bemutatót, de most kiveszem, hogy mi van benne, és szerintem, akik legalább annyi idősek, mint én, azok azonnal fölismerik, hogy ő bizonyos Skála kópé. Hogyan lehet egy ilyen figurához hozzájutni? Hát bólapiacok, internet,
De most jelen pillanatban szerintem még nehezebb, mint valaha, mert aki szeretett volna, az vett. Nekem azt hiszem 3 vagy 4 darab van, nem is tudom mennyi. És én nekem az a szerencsém, hogy korán rájöttem, hogy ezt meg kell szerezni. Tehát 7-8 évvel ezelőtt már beszereztem őket. Azt tudom, hogy van egy nagyon aranyos kollégám, aki az egyikre alkudozik most már 2-3 éve. És komoly összeget mondott rá. Nem irítségből nem adom oda, hanem valahogy úgy vagyok vele, hogy pénzért nem. De mondjuk lehet, hogy az egyiket odaadnám neki, hogyha azt mondja, hogy van valami olyan, amire én is ugyanúgy várjam, és akkor elcseréljük. Uh-huh. De ilyen haszonszerzett, ilyen pénzkereseti, ez ilyen, tudod, ilyen kicsit olyan csak befele jön. Tehát mert mondták, hogy te kereskedsz, és ezzel is mondom, nem, ez nem az. De ezt tudod, hogy ennek múzeumban a helye? Tehát ha valamelyik retro múzeum kérné, és neked van 3 nekik, meg egy sincs? Hát akkor persze. Tehát úgy, hogy kiállításra, hogy egy vitrínben örömmel. Tehát ne csak nálam legyen. Uh-huh. Ez nem kérdés. Szóval nekik akkor Erdési Zoltán Retro Múzeumának legújabb darabját látják. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem vágjunk. Na akkor most kinyílik ez a csodatáska, amit az előbb levettél. A reklámszatyor kultúra az körülbelül mikor kezdődhetett? Hát ez egy érdekes kérdés, mert több infót találtam erről, tehát több információ van erről a netről, tehát nem egyértelmű. Az biztos, hogy a 80-as években már nagyon virágzó korában volt, ugyanis rájöttek arra, hogy amikor vásárolsz valamit, és egy olyan feliratú zacskóban viszed haza, akkor az egy ilyen lefényképeződés. Mm. Tehát a logó ott van. Hát viszed a reklámot a kezedben, ugye, a villamoson, Corvin, ruházati bolt, fővárosi, Hungaroton, hát az ugye egyértelmű, ugye a zene, és itt hát azért így előkerülnek olyan dolgok, amiknek azért örülök, mert amint látod, ezek tulajdonképpen újak. Igen. Tehát ezeket elrakták a szekrénybe, és nekem ezeket megmentették. Emlékszel a cipőbolt reklámjára, hogy milyen nagyon blikfangos volt a szlogen? Melyikre? Így hangzott, hogy cipőt a cipőboltból. Ja. Mert azt hittem, a korzócipő meg korzócipő jól jár. Az már egy későbbi volt, igen. Hát a centrum. Ezek a sárga centrum szatyrok, ezek gyerekkorunkban, ezek a mindennapok rész. Ahol nem volt centrumáruház, ott is volt centrumáruházas szatyor. És az a durva, hogy én gyerekkoromból a legtöbb zacskóra, úgy emlékszem, hogy vagy centrumos volt, vagy skálás. Volt egy-kettő más, de ugye ezek voltak a legnépszerűbbek. Hát a narancsárga zacskó az mindenkinek ott lógott a csuklóján, az elkerülhetetlen volt. Aranypók, az ugye alap. Na ez mi, ezt most meg én sem tudom, dehogy nem. Könyves, Állandóan kitűnő választék. Mert ebben elvilegben van egy blokk. Ilyen szatyrot nem is láttam. Hoppá, lehet, hogy most találtál valami értékeset, amiről nem tudtál? Azt nézem. Ha minden igaz, 81-es blokk. Hát akkor ez 40 éves szatyor. Ahhoz képest? Hát szeretnék így kinézni, 40 éves koromban, mint ez az acskó, de még nem sikerült, majd legközelebb. Milyen jó, hogy nem múltál még el 40. Nem. A szívem csücske, hát a keravil, az gyerekkoromban, az megkerülhetetlen. Te tudod, minek a rövidítése az, hogy keravil? Mutasd erre közben, hogy lássa a kamera. Mert szerintem ez az, amit senki nem tud, hogy minek a rövidítése. Én nekem van egy érzésem, hogy te tudod. Nem tudom, tényleg nem tudom. Na, gondoltam, ilyen nincs, meg kell tudnom, hogy minek is a rövidítése a keravil. Addig is, amíg megtalálom, jöjjön egy hamisítatlan keravil reklám a múltból. A sztereórádiózás a hagyományoshoz képest sokkal nagyobb élményt nyújt. Érdemes egy kicsit többet költeni rá, mert hallani a különbséget. Nekem elhiheti. Közben meg is találtam. A Keravil céget 1950-ben alapították, a teljes neve, most figyeljenek, Kerékpár Rádió és Villamossági Kiskereskedelmi Vállalat. A keravilos kereskedőkkel amúgy nem ártott jóban lenni, mert így az ember könnyebben kaphatott mondjuk rádiót vagy biciklit. Mert hogy abban az időben igencsak sok volt a hiány cikk a magyar boltokban, így a keravil üzletekben is. Jöjjön egy pársoros idézet az Esti Hírlap 1957. szeptember 26-i számából. A keravil dolgozói ma délelőtt üzemi értekezletet tartottak, ahol a többi között megbeszélték a hiány cikkek elosztásának problémáit is. Ma a mosógéphez, varrógéphez, motorkerékpárhoz nehéz hozzájutni, mondott a Kovács Sándorné igazgató.
egyes kereskedelmi dolgozók ezt kihasználják, és a vásárlóktól külön pénzt fogadnak el. A 29-es és az 55-ös keravil boltokban ezért három eladó ellen bűnügyi eljárás indult. A jövőben a központ ellenőrizteti a hiánycikkek árusítását, és felülvizsgálják azt, hogy kihez kerülnek. Amúgy akárhogy is küszködtek a hatóságok, a csúszópénzért kapható eszközök időszaka egészen addig tartott, amíg sok volt a hiánycikk. Az idősebbek még jól emlékeznek a 70-es években elterjedt fogalomra, mely így szól, pult alól. Ez azt jelentette, hogy nagyon sok mindent lehetett kapni, titokban, stikában, tehát úgy, hogy nem láttuk azt a kirakatban, de mégis hazavihettük. Így nézett ez ki a Ludas Matyi nevű szatirikus hetilapban. A boltos odaadja a szövetet a pult alól, miközben a pulton is ott van ugyanaz. Persze, akkoriban mindenki tudta, hogy a kép csak félig ábrázolja a valóságot, mert hogy a szövet tényleg a pult alól megy, de a pult a valóságban üres. De vissza a keravilhoz. Egészen a rendszerváltásig jól működött, de a nagy nemzetközi áruházláncok elterjedése után folyamatosan jelentéktelenedett el, majd 2004-ben meg is szűnt. A jó hír, hogy kerékpárt, rádiót és villamossági cikkeket azért azóta is lehet kapni. És most jöjjön újra Sándor, akinek elképesztő gyűjteménye van a retro higiéniai tárgyakból is. Ezeket egyébként éppen azért nehéz fellelni, mert annak idején nem sok becsületük volt. Elhasználtuk, ami a dobozban volt, majd kidobtuk a dobozt. Itt melletted most egy rögtönzött drogéri, ez a te kiállításod darabjaiból van. Tudom, hogy tilos benyúlni, de most engedd meg, hogy kivételt tegyek, csak azért, mert ez a tárgy, ami a kezemben van, ezt mi úgy hívtuk gyerekkorunkban, hogy 32, mert tanultuk a szorzótáblát. Mit lehet erről a márkáról tudni? Hát ez a márka volt többek között, ami úgymond nyugatról érkezett. Tehát próbáltak egy kicsit ilyen nem magyar termékekkel is operálni. Egyébként ebben benne van az eredeti szappa, mindjárt megszagoltatom. És csak mutatom, hogy ott az ára, Kaola, ugye a forgalmazó 18, jól látom, hogy 10-18 forint. 18 forint, igen. 18 forint, tehát nem ma volt. És a 84 családot azt rengetegen használták, csak ide rakom mellé, hogy ebben például benne van az eredeti. Ez egy régi golyós dezodor. Ez nagy dolog, hogy van ilyen, amiben benne van az eredeti igen, golyós dezodor? Igen, azért nagy, mert amikor elmegyünk, és mondjuk fiataloknak, iskolásoknak tartunk egy ilyen kis időutazós bemutatót, akkor én egy csomó dezodorban, mivel még félig vannak, meg tudom velük szagoltatni, hogy anno fiúk, lányok mit használtak, illetve férfiak, nők. Én nem azt mondom, hogy ez egy jó illat, de most leteszteljük Zolit. Ugyanis ő erre emlékszik. Na, nem biztos, hogy emlékezni fog. Ó, még benne van a zsírpapírban. Igen. Akkor... Kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Hát, azt merem mondani, hogy más illata van, mint a babaszappannak, amit akkor használtunk főleg. Olyan édeskés, olyan... Nem biztos, hogy ma ezt használnám. De az a durva, hogy... Hát igen, nekem rögtön megvan. Nekem édesapám illata jut eszembe, mert ő hát azért itt csomó olyan dolog van emellett, amit ő használt, ugye a barbon termékek, stb. Viszont ami tény és való, hogy azért sokkal korlátoltabb volt a kínálat. Tehát ugye, hogyha megnézzük, a 84-ből is volt zöld, piros, tehát meg tudtuk nevezni, hogy van bele mondjuk 6 darab. Bocsáss, abból... nem akarod szabadba vágni, de igen? Amit viszont nagyon használtam, az óceán sampon. Ebbe is bele lehet illatolni? És nem tudom, érzed-e? Tele van, látom. Ez például, ha szabad mondanom, ezt a Varga Feri barátomtól. Az Aradi Vargasóban Varga Feri hozta nekem ajándékba, és ez konkrétan, hogy ugye a nézőknek mondom, hogy durván félig benne van az eredeti cucc, és most leteszteljük Zolit, hogy emlékszik erre. Igen, hát erre biztos, hogy... Hogyne! Borzalmas egyébként, de... Nem is tudom miért. Én úgy emlékeztem gyerekkoromból, hogy ez a jó tenger illat, de jó, azóta megkaphatod, de most inkább ilyen jó disznó illatot érzek benne. Hasonló illatokat gyártanak most egyébként. Tehát tehát megmaradt, volt egy ilyen korszak, ez a tipikus pár illat, ez a fenyő, tehát az erdei, akkor volt az óceán, amivel ugye hát próbálták, hogy a tengerpart, de hát ez...
meg semmi köze a tengerparthoz. Hát, ezen a tengerpart... De akkor viszont nem jártunk tengerpartra, csak nagyon ritkán, és azt hittük, hogy ilyen illatú a tenger. Igen, viszont aki eljutott, és én megszagoltattam vele, azt mondta, hogy Sanyika, majd egyszerre jussz tengerpartra, akkor rájössz, hogy semmi köze. Viszont az a durva, hogy az állaga, tehát magának az anyagnak nem olyan rossz. Tehát, hogy nem mondom, hogy nyilván nem fürödnék le vele, mert már 8 millió, hát 18 hónapig volt jó. De az a durva, hogy pont ezt mondom, hogy valahogy tartósabbra voltak gyártva a dolgok. Nem tudom minden részletet, valaminek tudom, valaminek nem. Ó, bocsánat. Itt most egy mágszemét pakolok csak, mert csak azért, mert ugye tudjuk, hogy van egy olyan szer, amit mindenki használ a Földön, még ha nem is beszélünk róla. Szóval ez a bizonyos kreptó, fogalmam sincs, hogy létezik egyáltalán még ez a márka. Ez a, ha kibontanánk, látnánk, hogy egy kicsit nem fehér, hanem inkább ilyen erősen szürke, és picit nem puha. Hát igen, ezeknek egy része, a régi WC-papíroknak, ezek ilyen újrahasznosítottak voltak. Tehát rengeteg olyan WC-papír volt, amit, hogyha az ember letépett egy lapot, és ránézett, és látta, hogy benne voltak ilyen pici betűk, mert ugye az újságokat préselték, dolgozták fel, és abból csinálták. Tehát tulajdonképpen cikkek voltak a papír, hogy ne unatkozzunk, de hát ugye ez a lábatlani papírgyár forgalmazta ezt a kreptót, ez egy eredeti, ilyen vésztartaléknak elraktam, mert hát fele tudja, hogy még mi lesz, reméljük, hogy semmi rossz. Itt talán bele lehet látni így a színét. Igen, tehát hogy nem fehér, hanem és még talán egy picit itt lehet látni, hogy vannak benne ilyen újság darabkák, mert hogy egyébként ez szerintem egy amúgy okos dolog, hogy újra hasznosították a papírt. Tehát így kiolvashatnánk, hogy Kádár János tegnap fogadta Nogam Mogabobut, aki az ugandai köztársaságból érkezett hozzánk. És bocsánat, csak annyi erre reagálva, hogy az a durva, hogy én bárkivel beszéltem, ez nem is volt annyira vicces, mert mindenki olvasott a WC-n szinte az ismerésem közül. Tehát vagy hírlapot, vagy valami, tehát hogy a mellékhelyiségbe mindig újsággal, vagy olvasnivalóval mentünk. Volt egy barátom, akinek három lánya van, ő azt mondta, hogy az egyetlen helyiség, ahol tudott egy kis csendet találni a házban. Megmondom neked őszintén, hogy a Ultra, mi Daisy-nek hívtuk ezt a hölgyet, hogy nem tudom, ki tervezte, de gyerekkoromban ez a hölgy, ez tetszett nekem, mint nő. Mert szerintem szándékosan próbáltak egy ilyen kedves, csinos háziasszonyt megrajzolni grafikusan. Nem néztem utána, hogy van-e esetleg őnek ki egy ilyen modellje, de nem vagyok benne biztos, hogy van. Tehát igen, jó grafikusaink voltak, de hát enélkül, tehát óta nélkül a konyha nem létezett. Na, még vegyünk ki valamit azért, mert az én drága jó nagymamám enélkül szerintem nem tudott létezni. Én tudom, hogy ő rengeteget vart, és a varrógépén ott volt ez a krém, és naponta többször bekent el kezét vele. Hát volt egy pár ilyen kézápoló termék, ez volt talán egyik legelterjedtebb, sőt egészen biztos. Az érdekessége az, hogy például az üzemekben, tehát ilyen csepelművek, Vörös Október félfürdőgyár hozzátartozott a munkavédelmi eszközökhöz, tehát szinte kötelezték azt, aki műszerész vagy varrodában dolgozik, tehát a kezét megviseli a munka, hogy ezt használják, sőt, hát tulajdonképpen ezt kisadták nekik, ezt a gyár biztosította. Bocsáss, mert meg kell néznem, hogy a nagymama kezének illatát érzem, mert ugye azzal simogatott, és ezzel kerülte a kezét. Kíváncsi vagyok. Ez biztos, hogyha megvan még az illat, akkor föl fogom ismerni. Hát. Kicsit megsavanyodott, valószínűleg azért, mert már megromlott a kenőcs maga, de igen, érzem azt a picit édeskés illatot. Hát igen, ez már azért látszik, hogy viseltes, tehát elindultak ilyen biokémiai folyamatok benne, de nagy dolog egy ilyet találni, nem? Amiben még van is, nem csak a flakon van meg, hanem még ráadásul. Én azért örülök neki, mert van egy vegyészmérnök ismerésem, és én megkérdeztem tőle, hogy ezek azért mennyire mérgezőek. Uh-huh. Tehát nyilván komolyan kell ezt venni, de így azt mondta, hogy annyira, mint bármi a te konyhádban. Tehát, hogy megnyugtatott, hogy azért nem annyira, hát csúnya mondjuk az, de hát ezek is például, tessék, fenyőillat, habfürdő, ez az, amit mondtam, és ezt azért szerettem volna megmutatni, mert le is van dugózva, de én most kegyetlen leszek, leveszem a dugót, és te most ezt megfogod, szóval. Hát na, ezt fel fogod ismerni, ez megmaradt úgy, ahogy volt. Hát ez abszolút. De ugyanez volt egyébként a WC illatosító illata is, mint hát ez a tipikus fenyő.
Fenyő Miklós illet. Sőt, olyan sztorim is van, és ez tényleg igaz, hogy volt a, nem is tudom, hogy hívták az utcánkba egy bácsi, nagyon pici gyerek voltam, és a felesége reklamált két fröccsözés közben, hogy hiába vettek egy lucfenyőt, nincs fenyőillat. És azt hiszem Pista bácsi volt, Pista bácsi azt csinálta, hogy nem ez, de egy ilyen fenyőillatú izé volt, és amíg a felesége kiment, fogta és leöntözte a fát, és azt mondta, hogy most, és azt mondta, hogy most megvan az illat. Tehát végig van valami valóság alapja, hogy ez fenyő. Azt nézem, hogy mikori, de ez közben van, nem tudom. De hát ezekben is van. Na, egy legutolsó tárgyat, csak azért, mert a mai gyerekek nem tudják elképzelni, de a szüleink idejében azért nem volt olyan természetes, hogy mindig kapott sört az ember a boltban, és a Kőbányai volt az egyik sör, amit relatíve sűrű lehetett vásárolni. Sőt, olyan szinten sűrű lehetett vásárolni, hogyha már egy picit a közbiztonságról beszélünk, mindjárt gyorsan elmondom, hogy miért. Én pár évesen nyugodtan végsétáltam Kispesten, akkor a zacskóval ugye, hogy leért a földig, tehát így kellett vinnem. Mert fogadjunk, hogy akkor ez a Netz zacskó volt. Az is, tehát ez a hálós, az van is, ebből majd tudok mutatni. És mindig azt kérdezte apukám, hogy Sanika, jégkrém, és akkor Leo jégkrémért kimentem a sarki presszóba, és ha már ott jársz, akkor légy szíves két sört is a papának. És akkor az egyik volt ugye, a sör volt a Kőbányai világos, tehát én szerintem, én több száz üveggel sétáltam haza így hosszú évek alatt, de annyira nem bántam, mert volt Leo jégkrém, puncs, csoki, vanília. Én ettől még boldog voltam. Tehát nekem ezzel nem volt bajom. Mekkora dolog az, hogy ez egy olyan címke, amelyik nem volt soha üvegen jól látható. És ez nem is annyira régen került hozzám, és ez megint csak bolhapiaci dolog volt, hogy... Mennyit kérnek egy ilyenre? Nem volt nagyon drága, azt hiszem, egy párat vettem belőle, talán valamíg 3-4 darabot vettem, és azt hiszem ilyen 150 forint volt darabja, valami ilyesmi. Nem volt drága, de viszont gyorsnak kell lenni. Tehát korán kell kimenni, és az ember mondjuk specifikusan egy ilyet szeretne vásárolni, akkor nagyon-nagyon hajnalba kell kimenni, mert tényleg elviszik. Tehát sokan gyűjtik a retrót, és megveszik. Amíg mi a retro drogéria termékei között nézelődtünk, megérkeztek Sándor zenész kollégái. Mert hogy, amint az elején már mondtam, Sanyi nem csak humorista és hangmérnök, hanem dobos is. Gyorsan bemutatott engem a három vendégének, majd kötöttünk egy üzletet. Mi belehallgathatunk a próbájukba, ők meg utána elmondják, hogy milyen élményeik vannak az asztalra kirakott retro tárgyakkal kapcsolatban. Előbb tehát a zene. If you wanna believe that anything can stop me,
Na látom, hogy már ti tök jól elkezdtétek nézegetni ezt a kis design centert, amit kilaktunk. Azt hiszem úgy illik, hogy a hölgyhöz forduljak először. Neked ez például mit mond? Ugye neked a retro az még, hát hála Istennek még nem annyira játszik, de ilyet talál volt a kezedben. Volt egy pár dolog innen egyébként, ami úgy megvan, de ezzel sokat, nagyon sokat játszottunk. Nem pont ezzel a verzióval, de emlékszem, hogy ez volt talán a kockolásunknak az első jelei, hogy majd egyszer az lesz. Tehát pont abban a 80-as évek közepén születtem, amikor már azért voltak ilyen játékok, számítógépes játék is már kezdett így, tehát már otthon lehetett ilyenekkel játszani. De erre emlékszem, hogy nyaranta a jólákat sikerült. De az a Tetris nekem úgy rémlik, hogy ez a szürke színű volt, nem? Az egy kicsit már sárga gombbal talán. Nekem szürke volt. Szürke volt. Igen, aha. Nem zöld. Tehát az nagyobb volt, sokkal hosszabb, meg vastagabb, meg nyilván. És azt hiszem, hogy valami Tom és Jerry játék volt hozzá, és azt toltam. Meg kellett verni mindig a vegeret. Most fordítva. Na várjál, erről jut eszembe, akkor itt van ez a bizonyos 32, a 84, most mint az egyetlen hölgy hozzád fogok fordulni. Ráfújok egy kicsit a kezemre, mert Sanyi nem látja, igen, és akkor mondd meg, hogy elcsábulnál-e, hogyha ezzel az illattal hívnálak randira. Hú, hát nem tudom. Hú, kicsit olyan, mint a régi szovjet kölnik, nem? Hogy igen, a húsvét 89 húsvét. Ugye? 89 húsvét. Jó, hát akkor... Nekem nem volt, neki kellett halat mosni, tudod. Igen. Akkor kimondhatjuk, hogy ezt valószínűleg nem vinnéd haza. Nem. Már csak a használatra. Viszont ezeket gyűjtögettük fenn a szekrény tetején. Tényleg? A szekrény tetején? A szekrény tetején ezekből volt kiállítás. Nagyon érdekes volt, hogy ugye használni nem mindig használtuk, mert valamiért nem sikerült ezt megvenni tele állapotban, viszont üres állapotban ilyen cserélgetős volt, ha valakinek volt kettő, akkor cseréltünk egy zöldre, meg ilyenek, és akkor ezt így... Ja, mint a bélyeket? Igen. Hát így, és akkor ezt így felraktuk a szekrény tetejére, hogy mennyi spring, spríhenk van. Meg szerették ilyen színskálaszerűen kilakni a szekrény tetejét. Ó, micsoda. Na várjál, láttam, hogy te ezt a fegyvert fogdostod az imént. Miért is? Ja, igazából csak megnéztem, tehát annál fiatalabb vagyok, hogy... Viratúra visszagondoljak jó szívvel. De igazából ez jutott róla eszembe, hogy valószínűleg ez egy olyan szettnek a része, ami ez volt ilyen... Az indián toll. Aha. De azért játszottatok ti is cowboyosat, nem? Volt, igen, más kivitelben ugye volt ez a körpatron, amit be lehetett rakni, és akkor az így puffogott, hogyha az ember elsütötte. Azzal a nagymamámat az őletbe tudtam kergetni. Na akkor egy találós kérdés mind a hármótoknak. Itt van egy óra. Okos óra. Mi az, amiről ez vajon nevezetes lehet, és aztán ha nem találjátok ki, akkor segítek, de hát, ha van ötletetek. Hát, nekem a Night Rider ugye. Nem hiszem el, igen. Van benne rádió. Ez volt az a bizonyos óra, amiben, haló, kit, kis autóm, gyere ide, és akkor a kis autóm. És ezt így fölismerted? Persze. Sose láttuk a kezén a David Hasselhoffnak. Hihetetlen. Én pedig azt hittem, esküszöm, hogy ez majd valami valami lesz. Én azt hittem, hogy ez egy rádiós valami. Ugye ezekből még voltak a régi retróból, amik zenélős óra volt, és akkor volt hét dallamos dallam benne, általában ilyen amerikai. És tényleg érdekes, hogy a filmben nem láttuk így szemből az órát szinte soha, és mégis tudjuk, hogy... És arra viszont emlékszem, hogy a jobb oldalt a két gombot, ha megnyomtad egyszerre, akkor indult el a zene. No, sok más mellett ezért szeretem én a retrót. Mindenkinek van valamilyen emléke minden olyan tájról, amelyet valaha már használt. Ha az 25 évvel korábban volt, akkor 25 évvel azelőttről jön fel az emlék. Egyszer mesélte nekem egy muzeológus, hogy hiába voltak mondjuk a 80-as években sokkal jobb cuccok nyugaton, mint nálunk, ma mégis a hajdani keleti blokk termékeire, bocsánat a szóért, indulnak be a középkorú magyarok. Mert hogy a menő nyugati cuccokról nincsenek kézzelfogható emlékeink. Csak annyit tudunk, hogy valahol voltak olyanok is. De mondjuk a Junost TV, na az a mi emlékünk. Persze van, amikor kissé túlzásba esnek az emlékezők, mondjuk amikor a katona emlékeiket sorolják, és azt mondják, hogy milyen jó is volt a bádok csajkából enni, hát jelentem nem volt jó. De ha már katonaság, nem álltam meg, hogy ne vigyek egy retró tárgyat a saját gyűjteményemből Sanyinak. Most tesztelni fogom Sanyit, szerintem nem lesz neki nehéz ez a feladat. Lényeg az, hogy ezt a kis tartót én ki fogom bontani, és ki kell találnod, hogy mi ez, és milyen emlékeink vannak ezzel kapcsolatban. Fölkészültél? Hát föl. Ez a vizsgáztatás, ez mindig. Mindig. Uram, parancsoljon, fogja a kezébe. A kanálgép.
Uh-huh. Hát a katonaságtól kezdve minden. Ilyenkor az ember eszébe jut. Te voltál katona? Voltam. Polgári szolgálatos voltam. Ja, hát akkor te nem tudod, mi az a kanál. De várjál, mert én benn voltam a laktanyában egy ideig, és utána egy zenekarra kapcsolatban engem kikértek, és átrakt a polgárszolgálatra, mert akkor indult a zenekar, és a menedzser úgy gondolta, hogy kihoz. Tehát egyébként nekem sem bajom nem van. Én benn voltam, és jól éreztem magam. Hát, de hát... Mutassuk meg, ahogy a Hofi mondta annak idején a kiszeseknek, tehát a fiataloknak, hogy mi a csuda ez. Hát annak idején, amikor minket bevonultattak sorkatonának, vagy ahogy akkor hibásan mondták kiskatonának, akkor az első napon mindenki megkapta a maga felszerelését, ezek egyike volt ez. Ezen még rajta van az MH, tehát a Magyar Honvédség logója, ilyen picikébe is csillog és nem is látszik, de lényeg az, hogy ez, amíg le nem szerelt az ember, a kanálgép a mind, többször volt a kezében, mint a puskája, sokkal többször. Egyébként egy olyan praktikus szovjet találmány volt, ha széthúztad, akkor csak az előbb úgy összeraktam, hogy most széthúzni se tudom. Hát igen, a kanálgépnek voltak azért kisebb problémái, nem ment tönkre. Hát először is van benne egy konzervnyitó, alul egy sörbontó, és természetesen a kés villa kanál, ezért hívják kanálgépnek. Azt hiszem tábori étkészlet volt a hivatalos neve. Hát ennek az elmosására általában étkezés után egy olyan 4 percet kaptunk. De sokat mondasz. Per század. Igen. Tehát, hogy mit mondjak, nem mindig volt fényesen sterilizálva, és itt oldalt a katona nadrágunkon volt egy csík, oda lehetett így bedugni. Úgyhogy úgy meneteltél, hogy közben csörgött a kanálgép rajtad. De gondolom azért egy eredeti kanálgép az már a retrógyűjtőnek kell, hogy legyen, mert ez nyilván után gyártott. Megmondom őszintén, nekem úgy emlik, hogy van egy, de van körülbelül egy olyan 6-8 olyan zsák, amit nagyon-nagyon régóta nem nyitottam ki, tehát úgy hozták, hogy mindenféle van benne, és az egyikben mondták, hogy ilyen cuccok vannak, ilyesmi. Kulacs, fémkulacs, szimatszatyor, tehát én azt gyanítom, hogy abban van. Szatyor. Hát szimatszatyorból van, de majd még szerintem itt is van. Még itt is elő tudom majd szedni, hogyha esetleg szükséges. Már eszembe jutott, hogy van itt bent. Hát szimatszatyor az, úgy éltünk tulajdonképpen, hogy... Tudod mit? Itt most egy picit kérünk szünetet, mert hogy Sanyi megkeresi a szimatszatyrot, megmutatjuk, ugyanis ugye itt van rajta egy AC/DC, és a szimatszatyor nem csak egy katonai eszköz volt, hanem bizony a rockzenéhez is nagyon erősen kötődött. Úgyhogy keressük meg. Megpróbálom leközvetíteni, amit látunk, hogy van az a régi mondás, hogy a butaember rendet tesz, az okos uralja a káoszt, és hoppá, Sanyi úgy látom, hogy tudta, hogy hova kell nyúlni, hogy a szimatszatyor kb. Hol rejtőzik. Hát ez már egy modernebb fajta szimatszatyor, mert nekünk még ilyen zöldebb volt, és más anyagból készült, ez vízhatlan. Ugye eredetileg, de inkább te mondd, hogy mik vannak benne. Hát itt van ugye a gázálarc. Igen. Azért volt szimatszatyor, csak mondom, mert ezt én még lehet, hogy föl tudom még húzni. Nem mindegy volt, hogy hogy vette fel az ember, valahogy így szét kellett húzni. És akkor egészen hamar fel tudott jönni, tehát meg volt a technológiája, hogy hogyan kell fölvenni, és azért hívják szimatszatyornak. De inkább leveszem. Azért hívják szimatszatyornak, mert gáztámadás esetén ezt vette fel az ember, és ebbe szimatolt, és azért volt a szimatszatyor, mert itt volt az oldalán a táska, és itt volt egy ilyen gégecső, ami belement ebbe, és ebben van egy aktív szénszűrő, annak a levegőjét szívtad, ami... Ahogy mondták, hogy kicsit nehéz volt szívni, mint a Helikon cigit, már mondhatom, mert egyébként nincsen. Igen. És hogy mi volt a kapcsolat a rockzenével, azt meg mondd el te. Hát nem teljesen ez a kivitel, egy ilyen hasonló textil anyagból, egy ilyen keki színű, tehát ilyen, talán ehhez hasonló táska volt. Tulajdonképpen, aki rocker volt gyerekkorunkban, az olyan táskával mászkált, és tudom, hogy tollal összefirkáltuk, Twisted Sister, Iron Maiden, Metallica, Sepultura, AC/DC. Ki mit hallgatott, ki mit szeretett, nekem is volt, nekem azt hiszem Guns volt, ráírva Metallica, meg a Maiden, tehát én nagyon szerettem az Iron Maiden-t, és divatot teremtett magának ez a szimatszatyor. Ugye azt hordtuk így oldalt, és hozzá ugye a farmering, a kockás, csöves farmer, akkor a kockás flaneling, úgy mentünk koncertre, hogy meg volt a divatja, hogy megyünk rock koncertre. Te kaptál önkéntes rendőrtől pofont annak idején szimatszatyor? Igen, én kaptam. Én megúsztam.
Az a helyzet, hogy azon a napon még annyi mindent megnéztünk azok közül a tárgyak közül, amelyek a retro múzeumok kötelező tartozékai, hogy most sajnos csak egy kis részét tudom megmutatni. Kár. De egy tárgyat még mindenképpen vegyünk elő, egy olyat, amely ugyan már bőven múzeumi korú, de majdnem mindenkinél, ahol van, működőképes. Úgy is mondhatnám, hogy a szovjetipar egyik csúcs terméke. Kíváncsiak már, hogy mi az. Nem húzom tovább az idegeiket. Jöjjön az elpusztíthatatlan társ, a mindennapok kísérője, a Szokor Rádió. Én udvarias leszek, vetkirécsi, és ezt a Szokor Rádiót onnan alulra. Már éppen véletlenül kinyitottam. Megpróbálom így innen, mert akkor még ezt még ezt kevesszük. Kell venned. Igen, mert... Nehéz dolog tárlatvezetőnek lenni. Hát nekem nem. Én ezt szívesen teszem. És akkor megpróbálj úgy kivenni, hogy figyeld, így, és megvan. Köszönöm. Na most. Hát igen. Hát a kedves nézőknek mondom, hogy a Szokol Rádió, ha volt a 60-as, 70-es éveknek egyen darabja bármiből is, az a Szokol Rádió volt. Nem volt olyan család, ahol ne lett volna Szokol. Mit lehet erről egyébként tudni? Most mint műszerészt kérdezlek, aki ért hozzá, ez egy jó készülék volt a maga idejében? Úgy mondom, hogy tartós készülék volt, javítani nem nagyon kellett, viszont volt ennek egy legendájának a készüléknek, hát 7 tranzisztoros, nyilván rá is írták. Az mit jelent ez a két band, 7 tranzisztor, egész gyerekkoromban ezt olvastuk, és fogalmam nem volt, hát a két band az adja magát, ugye hosszú hullám, közép hullám. Aha, tehát ezen ma már csak Kossuth Rádiót hallgathatnál. Mert... Hát nagyjából, igen. Körülbelül, de tehát az a két band, ugye a két sávot jelentett, 7 tranzisztor, hát 7 darab tranzisztor működtette, ilyen nagyon egyszerűen mondva. Egy viszonylag egyszerű kapcsolása volt áramköre, hallgathatóan szólt, nagyon más nem volt, később jöttek egy kicsit korszerű zsebrádiók, és ami legendás tette még, mindenki ezt szokta mesélni, aki ebben a korban élt, nyilván én is, hogy eredetileg 9 voltos elemmel, ez a pici eleme működött, de a 9 voltos elemet nagyon hamar megette, tehát pillanatokat lemerült, ezért kitalálták azt, hogy 2 lapos elemmel fogják működtetni, ami 4,5, 4,5. Perion felirattal. Perion, és ugye azokat összekötötték, és befőttes gumival a hátuljára föl volt gumizva. Tehát bárkinél volt szokorrádió, akkor vagy az adapteréről használta, az is kristálytiszta, most már, vagy pedig onnan ismertük fel, hogy egy keresztben ment rajta egy befőttes gumi, és tudtuk, hogy a rádió hátulján valószínűleg 2 lapos elem van, mint ahogy egyébként édesapámnál is. Aztán ő ezt egyszer csak így megunta, és akkor nyilván vette azt a rádiót, ami már hálózatról ment. De ennek ez a 9 voltos eleme szinte nem is használta senki. Ugye mi, tényleg minden családban volt ilyen, természetesen nálunk is több, ugye, mert ezt úgy hívtuk, hogy ne szűr rádió, a ne szűrőnöknek semmit nem mondani, Jászberényben nőttem föl, Jászberény határában volt egy hatalmas szőlős terület, mindenkinek volt néhány sor szőlője, nekünk is, és azért volt ne szűr rádió, mert mindenki ezt vitte ki a ne szűrőn, és miközben kapált, ott fölakasztott az egyik szőlőkaróra, és hallgatta a Kossuth rádiót. Illetőleg nekem van egy nagyon kedves, soha nem felejthető emlékem, az én dédapám, még egy másik világban cseperedett, ők megszokták, hogy hajnali 3-kor kelnek, hogy a jószágot ellássák, viszont ebéd után egy kicsit lefeküdtek aludni. Méghozzá úgy, hogy az én dédapám a hosszú hanyat feküdt, a hosszú pipája a szájában, a Szokol Rádió, ahogy az előbb Sanyitól hallhatták, a 2 4,5 voltos elemmel, tejgumival körbe csak tavarva így a hasán, hallgatta a zenét, játék és muzsika 10 percben, ugye az volt ebéd után is, mondta bár írni, olvasni, nem tudod, hogy szerintem Beethoven. És akkor ő utána szundikált egyet a játék és muzsika 10 percenbe. Szóval a Szokol Rádió az valóban a, úgy tetszik, a vidék rádiója volt, és én mindig, ha megfogom a kezembe, nekem is van ott a néhány darab, akkor ezek jutnak bele az én eszembe. Hát ezt nagyon csúnyán mondtam, de picit sikerült meghatni önmagamat az emlékeimtől. Szóval a retro dolgok nagyon fontosak, a retro dolgok azok, amik a múltunkat jelentik, és ahogy szokták mondani, akinek nincs múltja, annak nincs jövője sem. Úgyhogy tiszteljék ezeket, és keressék az ország retro múzeumait, jó sok van már belőle. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ami fennakadásokat okozott a közlekedésben. Munkai is van reggel. Első vizsgázom is. Jó lenne épségben hazajutni.
mondja aggódva a nevadai férfi. A meteorológiai szolgálat előrejelzései alapján mozgalmas hétre számíthatnak az amerikaiak. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.